A 2011-es tavaszi forduló mérkőzésein a szerencsi férfi kosárlabda csapattól izgalmas játékot, valamint szép meccseket láthattak a szurkolók. A kemény edzéseknek és a kitartó munkának köszönhetően együttesünk végig megőrizte az MB2 keleti csoportjában az első helyet és megszerezte a bajnoki címet, azonban a hazai rájátszás nem hozta meg a sikert. A szerencsi fiúk elhatározták, hogy keményen dolgoznak azért, hogy bekerüljenek az MB1B csoportba. A kosarasok meglepetésére a szövetségtől érkezett a megkeresés, ami szerint nem volt elég csapat az MB1B csoportban, így a fiúk vállalták a kihívást és a magasabb osztályban folytatták a játékot. Az MB1B-ben a szerencsieknek nem csupán a mérkőzéseken kellett küzdeniük, hanem számtalan problémával találták szembe magukat. Nagy kaland volt, és nagy tapasztalatszerzés. Tehát ugye, ha az ember nem feszegeti a saját határait, akkor nem fejlődik. Mi feszegettük, és komoly tapasztalatokat gyűjtöttünk az ügyben. Tehát az egyik része szakmai, a másik pedig emberi vonatkozásra, amit sikerült leszűrnünk. MB2-ben volt egy nagyon sikeres csapatunk, amit én úgy gondoltam, hogy az emberi tartás, a barátság fűz össze, és ezért sikeres. Aztán kiderült, hogy tévedtem. Nem mindenkit a barátság és a kosárlabda szeretete tartott közöttünk. És amikor ez kiderült, akkor sajnos szakmailag is megbicsaklott a társaság. Egy olyan helyzetbe kerültünk, amit menet közben borzasztó nehéz lett volna úgy kezelnünk, hogy közben pénzünk annyi, amennyivel ezt lehetett volna simán kezelni, sajnos nem volt. Így számokat tekintve sikertelen évet tudtunk be felnőtt szinten. Valójában óriási tapasztalatokat szereztünk. Azok, akik megmaradtak közöttünk, azok NB1-es játékosnak mondhatják el magukat, és nem csak statisztikailag, mert a meccseink döntő többségén hosszú szakaszokban partiba tudtunk lenni NB1-es csapatokkal, 40 percig nem. Tehát ezekben a rövid szakaszokban a játékosok döntő többsége elmondhatja, hogy ő tud NB1-es szinten kosárlabdázni, csak nem voltak elegen hozzá, hogy ez mondjuk a számokban is megmutatkozzon. Az élet nem áll meg, persze, már beadtuk a nevezésünket az MB2-re, és örömmel tudom mondani, hogy szerencs kosárlabda történetében először az összes utánpótlás korosztályban neveztünk az egyesületi bajnokságra, sőt a legkisebbek korosztályában 2 csapattal sikerül indulnunk. Ez azt jelenti, hogy közel 90 igazolt kosárlabdázó fog szeptembertől a maga szintjén, a maga bajnokságában részt venni. A MB2 után céle még újra az MB1B. A mostani állapotokat tekintve akár az idén is elindulhattunk volna. Tehát voltak visszalépések, és ilyenkor azok kerülnek látókörben, akik már tapasztalták ezt a bajnokságot, de mi nem akartunk semmiféleképpen. Tehát nekünk MB1B az legközelebb akkor lehet aktualitás, amikor annyira megerősödünk anyagilag, szakmailag, minden tekintetben, hogy mi azt vállalni tudjuk. Tehát ez most már egy felelőtlen vállalkozás lett volna, hogyha az idén is elindulunk, de nyilván azért dolgozunk, hogy idővel szerencsén újra lehessen MB1B és kosárlabda meccset látni, és akkor reményeink szerint egy picit sikeresebben, mint az idén. Az őszi fordulóban már az MB2 keleti csoportban szurkolhatunk a Szerencsvárosi Sportegyesület férfi kosárlabda csapatának. A magasabb csoportban szerzett tapasztalat azonban segítséget nyújt a fiatal játékosokból álló együttesnek ahhoz, hogy teljesítsék edzőjük és a kosárlabdát szerető hazai közönség elvárásait.